sziasztok, mi vagyunk a törzs, körülbelül 2 éve nyáron alakultunk, és korábban is együtt zenéltünk egy Carbovarisz nevű zenekarban, ugyanígy hárman csak volt egy negyedik tag is, és akkor azzal, amikor abban maradtak a közös munkálatok, akkor nagyon bennünk volt az, hogy szeretnénk folytatni a zenélést, úgyhogy körülbelül 1-2 hónap után nem bírtuk tovább, és elkezdtünk közösen zenélni megint. Törekedtünk rá, hogy magyarul legyen igazából. Meguntuk az angol dolgokat, az is szerepet játszott ebben, hogy magyarul van, hogy sokkal több jelentést szerettünk volna belevinni a zenénkbe, és több mondani valót. Így tök kézenfekvő volt, hogy magyarul legyen. Szeretünk mi is ilyen izgalmas helyeket felfedezni, és innen jött az, hogy a koncertjeinket is elvinni olyan helyekre, ahol az emberek általában nem koncertek miatt járnak, tehát hogy innen jött az erdős koncert, ami egy nagyon nagy dolog volt. Ezért volt, hogy az első lemezünket, amihez egy filmet is csináltunk, azt egy moziteremben mutattuk be egy ilyen kis privát koncert keretében, meg ezért mondunk igent az összes ilyen izgalmas felkérésre, ami érkezik, például az a barlangos hely is ilyen volt. Úgyhogy igen, így kifejezetten törekedtünk arra, hogy ne ugyanazt az utat járjuk be, mint az előző zenekarral, és egy csak az izgalmas helyszínek domináljanak. És az a nagyon szuper, hogy mostanában sok olyan megkeresést kapunk, ami nagyon hasonló szellemiségű, mint amiket mi saját magunk leszerveztünk a kezdetekben. Az előző zenekarral talán egy kicsit sikerorientáltabbak voltunk, fontosabbak voltak az ilyen jellegű visszajelzések, most sokkal fontosabbnak érezzük azt, hogy akihez elérünk a zenénkkel, azokkal igazi emberi kapcsolatunk legyen. Szervezünk úgynevezett törzspiknikeket, amikor közösen felmegyünk a Hármas Határhegyre, és tényleg azt látjuk, hogy olyan emberek jönnek el a koncertre, és olyan emberekkel ismerkedünk meg a zenénken keresztül, akikkel utána is nagyon jókat tudunk beszélgetni, és nekünk most ez a sikermércéje. Pont ez a kulcsa az egésznek szerintem, hogy ilyen közvetlenségben és ilyen intimitásban vagyunk a közönségünkkel, hogyha ezt elvesztjük, akkor onnantól vége van szerintem. Ez egy törzs dolog, ez egy nagyon ösztönös dolognak indult részünkről. Nem volt semmi ilyen kifejezett előkép, amit szerettünk volna megközelíteni, vagy ami kimondottan hatással volt ránk. Ez szerintem egy ilyen eléggé belülről jövő üzenet, ez lehet, hogy érződik is. Egyelőre az a veszély nem fenyeget, hogy hatalmas rajongótábor, mit tudom én, naponta kopogtatna az ajtónkon. Tehát ezzel a hatalmas veszéllyel egyelőre nem is foglalkozunk. És azt gondolom, hogy nekünk addig ad ez igazán nagy örömet, ameddig meg tudjuk tartani ezt a közvetlen viszonyt a törzstagokkal. Nekem először is, főleg ahogy ez az egész dolog kialakult, én azt éreztem, hogy nagyon összebarátkoztam Somával meg Danival. Rengeteg dolgot csináltunk együtt, és azóta pedig én úgy érzem, hogy a gondolkodásomat, amikor én magammal gondolkodtam dolgokról, azt, hogy ki tudtam terjeszteni rájuk is, és így tök jól meg tudtam velük beszélni, hogy éppen miket élek meg, és ezt valahogy ilyen kreatív formába tudtuk önteni, ami szerintem egy tök nagy dolog. Ez tök érdekes, mert hogy előtte már szó volt erről is, hogy 5 évig zenéltünk együtt, és ebben az új zenekarban valami tök más aspektusból ismertem meg a srácokat. Ez valahogy egy gondolati közösséget jelent. Ahogy Zsombor is mondta, eléggé egy irányba tereltük a gondolatainkat, és sokkal jobban értjük egymást, sokkal jobban tudunk együttműködni, mint korábban. Ez egy 7 számos lemez, és olyan értelemben, amiről szólnak a számok, az egy kicsit közelebb áll az érzelmi világhoz, azt hiszem. Sokkal több ilyen irányú gondolat jelenik meg benne, mint az első lemezben, az sokkal inkább egy elszállósabb dolog volt, és ez tulajdonképpen számunkra egy nyitás magunk egymás és a közönségünk felé is. Most van pár közelgő koncertünk, azokra, hogy felszeretnénk készülni minél jobban, mert azok olyanok lesznek, hogy
így valószínűleg sok új emberrel fogunk találkozni rajtuk. Igazából új anyagban még nem gondolkoztunk, ez a Földön, ez egy nagy tehát egy nagy dolog volt nekünk szerintem, és most még abban élünk egy kicsit, meg annak így a lecsengéseit éljük meg, és szép lassan majd jönnek az új témák számunkra is szerintem. Szép lassan elkezdtek bejönni olyan megkeresések, mint hogy például ma játszhattunk a 30Y-n előtt, és a Kaukázus előtt is felléphettünk pár hónapja, és egyre több ilyen megkeresést kapunk, és ennek nagyon örülünk, és reméljük, hogy még a jövőben egyre több ilyen lehetőségünk lesz. Én nem vagyok, csak történek. A történet vagyok, ami voltam és leszek, csak a mostban létezek. Nem a tér, hanem az út vagyok. Nem a kérdés, csak a válaszok. Nem a határ, hanem a végtelen vagyok. Hol kezdődöm, hol végzem, csak kívülről nézem. Nem a levegő, csak a szél. Nem is aki beszél, csak a szó, hiába való, elillanó. Nem a létező, hanem a tapasztalat. Nem a vizsgáló, nem a tárgya, csak a szikra, ami a lobbanást várja.